A mostani béremeléssel a pedagógusok fizetése eléri a diplomás átlagbér 71,8%-át, mutatott rá a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. A jövőre esedékes újabb növeléssel ez már 80% lesz, így a kormány teljesíti a vállalását, tette hozzá. Világos a kormány szándéka, és ennek megfelelőek a döntéseink is. 32,2%-os béremelés történik. Ennyivel növeltük meg a bértömeget, ezt csak béremelés lehet fordítani. Mindenkinek nőni fog a fizetése, a pedagógus 1-2 mesterpedagógus és kutatótanárnál is az alsó és felső határ egyaránt megemelkedett. Ez a pedagógus 1-nél 538 ezer forintot, pedagógus 2-nél 555 ezer forintot, mesterpedagógusnál 630 és kutatótanárnál pedig 750 ezer forintot jelent. Ez az alsó határa a fizetésnek. Gulyás Gergely kiemelte, a mindenkire vonatkozó béremelésen felül lesznek olyan tanárok is, akik további illetménynövekedésben részesülnek. A béremelés teljes összegét ki kell osztani a bértömeg elosztásánál. A mesterfokozat az 2%-os pluszt jelent. A hiány tárgyaknál matematika, digitális kultúra, természettudomány, környezettan, fizika, kémia, biológia, földrajz esetén további 4%-os illetményemeléssel számolhatnak a pedagógusok. Úgyhogy összességében azt tudjuk mondani, hogy a pedagógus átlagbér is ennek megfelelően emelkedik meg. Ez azt jelenti, hogy már eddig is közel 50%-kal nőtt csak ebben a törvényhozás ciklusban, egész pontosan 46%-kal nőtt ebben a törvényhozás ciklusban a pedagógus bér. A kormányinfón szó volt arról is, hogy a jogállási törvény a pedagógusok számára jelenleg heti 24 tanóra oktatását írja elő, az éves szabadság pedig 50 napban lett meghatározva.